November 11-e Márton napja. Ekkor kezdődik a téli időszámítás. Korábban ezzel a nappal kezdődött meg a 40 napig tartó karácsonyi előkészület. A régi idők hiedelme szerint tilos volt ezen a napon mosni. Márton napján szokás ludat vágni, és ekkor kóstolják meg az új bort. 1886-tól Szent Mártonra emlékeznek világszerte november 11-én, őt ünneplik lampionos körmenettel. Ilyen emlékezésre hívta a falusi nemzetiségi óvoda Vecsés lakosságát. Lampion tessék! Senki nem lampion. Hogy holtban lehet választani? Én már fél órája, hogy a lampion is kérdezik. Az óvoda fali újságján a következő legendát olvashatjuk Mártonról. Márton és a libák. Akkor, mikor Márton már néhány éve Franciaországban élt, és a határon túl is olyan emberként vált ismerté, aki sok jót tett, és ahol csak tudott segített, keresték, mert Toulouse-város püspökévé szerették volna felkérni. Márton egy szerény ember volt, aki nem tolakodott a tisztség után. Úgy gondolta, hogy nem lenne alkalmas a püspöki méltóságra, ezért elhagyta a várost és elbújt egy libaolba. Az emberek felfigyeltek a libák szokatlan gágogására, kinyitották az ól ajtaját és végre megtalálták őt, akit kerestek. Márton a történteket egy jelnek fogadta el, ez Isten akarata volt, hogy ő magasabb tisztségben, mint püspök tudjon neki szolgálni. Ezért sok templomban Szent Mártont libával jelenítik meg. A középkortól fogva november 11-én a sült liba a legfontosabb része az ünnepi ebédnek. Ez hagyományos, ez a Márton napi felvonulásotok, ugye? Igen, már negyedik éve szervezzük meg, és negyedik éve vonulunk a lámpionok alá templomba. Ez a szokás tulajdonképpen Németországból ered, és Németországból vettük át. Rejstetten a testvérvárosunk Vecsésnek, és van testvér óvodánk is Rejstettenben. Így módunk volt többen óvónőknek is kint lenni, és megnézni az ottani szokásokat, és így át tudtuk venni a mártonnapi szokásokat. És itt Magyarországon, itt Vecsésen a mi óvodánk népszerűsíti hagyományőrzésben. Egy pár szót mondjál egy szíves Szent Mártonról, hogy ki is volt ő valójában. Márton egy püspök volt, aki az egész életét a szegényeknek a megsegítésére szentelte fel. Magyarországon tulajdonképpen a Márton napon felszentelt templomok a búcsú ünnepe is egyben, a templomoknak a búcsú ünnepe. A Magyarországon több helyen mindig a Márton napján, tehát november 11-én ünnepelik több városban, kisebb helységekben, de főleg a német nemzetiség által lakott területeken. Tehát akkor nem csak Vecsésen ünnepelnek ilyen lampionos körmenettel? Nem. Pilisvörösvár, Solymár környéke mindenhol is ünneplik ezt, és mindenhol mindig a napján. És a gyerekek csinálják ezeket a lampionokat? Látom, hogy nagyon szép színesek. A lámpionokat az óvónők szokták végezni a gyerekekkel együtt, idén viszont a szülőkkel együtt közösen munka délután végeztük ezt el, vagyis behívtuk minden csoport külön 4 óra után, és közösen tejázással, énekléssel, közös jókedvel készültek a lámpionok, mindenki nagyon örömére. És akkor egy kicsit a menetéről, hogy a körmenet megy a templomba, és a templomban mise lesz? Igen, először van most, miután a faluba új pap került, Béla atya eljön értünk, eddig még ilyen nem volt, el fog értünk jönni, és ő kísér a templomba minket. A templomba a misél keretén belül a nagycsoportosok el fogják játszani Márton történetét németül, és a mise végén pedig kint a szülők addig vendégvárással készülnek, forralt bort, teát és perecet osztogatnak a vendégeinknek. És mennyire ismerik már a vecsésiek ezt a hagyományt?
Én úgy érzem, hogy minden évben egyre többen vannak. Tavaly például vasárnapra esett, és a vasárnap köztudottan, mint pihenő nap, nagyon sok embert érintett, és nagyon sokan eljöttek megnézni, és olyan jó leső érzés, hogy ennyire szerették az emberek. A gyerekek nagyon várják, tehát ők azok, akik velünk együtt várjuk, és mikor mehetünk a templomba, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó kis népszokás, amit örülök, hogy a mi óvodánk tudott bevezetni. Yeah.
Szent Márton 316-ban született Szaváriában, ma Szombathely. Apja nyomdokait követve ő is katonatiszt lett, és bejárta a római tartományokat. Egy este kilovagolt Amiens város kapuján, és meglátott egy koldust. A szegény ember láttán nagyon elszorult a szíve. Széles köpenyét levette a válláról, s kardjával ketté szakította. Egyik felét a koldusnak adta, és köszönetet sem várva elvágtatott. Éjszaka álmában megjelent Jézus Krisztus a kettészelt köpenybe burkolózva. Ő volt az, aki koldus alakjában próbára tette Mártont. Márton ettől a naptól fogva nem akart többé katona lenni, hanem a szegények megsegítésére tette fel életét. Az ő nevéhez fűződik az első kolostor felépítése. 371-ben püspökké avatták a franciaországi Tours városában, azonban továbbra is nagy szegénységben élt. 397-ben halt meg. Sírja mellé építették a Tours-i dómot.